Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények mai adásában, és ahogy a múltkor is már megígértem, folytatjuk a hagyományos kínai orvoslás rejtelmeit a taglaló beszélgetést, ez egy kicsit ilyen körmönfont mondat. A vendégem Őri Ajándék, aki a SOTÉN, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen oktatja ezt a tantárgyat. Csak így közbevetőleg milyen az érdeklődés a hallgatókat, mennyire érdekli, izgatja az, hogy a kínaiak egy más szemléletből kiindulva, hogy gyógyítanak. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. És azt tudom elmondani erre a kérdésre, hogy ez az egyik leglátogatottabb kurzus. Angol és magyar nyelven is megy egy előadás sorozat, egy fél éves szabadon választható tárgy. Most az előző szemeszterben 149 angol és 106 magyar hallgató vett részt rajta. Nincsen katalógus az előadásokon. A magyar hallgatók kivétel nélkül ott voltak, és nagyon magasra értékelték ezt a gondolatot. Menetet. Természetesen mindig igyekszem sok élő példát hozni és bemutatni nekik, sőt, mindenkinek felajánlom a pulzusdiagnózist is, akkor, amikor ezt tanuljuk éppen a hagyományos kínai orvoslás kapcsán, és azt is, hogy eljöhetnek hozzám a rendelőbe egy ingyenes stresszoldó fülakupunktúrás kezelésre. És emellett természetesen nem zárkózom el attól se, hogyha valaki szeretne gyakorolni mellettem, akkor eljöhessen, ott lehessen, maga pulzusdiagnózist csináljon, sőt, van néhány hallgató, aki ezt felhasználja a későbbiekben a kórházi gyakorlatai során is, és amikor elküldik, hogy kérdezze ki a beteget, akkor ő már úgy kérdezi ki, hogy egy kicsit a kínai diagnosztikát is alkalmazva ráteszi a csuklójára a kezét, és az észlelt elváltozásokból még plusz kérdéseket tesz fel. Ezek a hallgatók mindig a legeredményesebbek az évfolyamban. A szokásos orvosi rendelőbe persze elkerülhetetlen a vérnyomásmérés, de ott csak a vérnyomást mérik meg, és az se jó, mert a fehér köpenytől mindenki ideges lesz, és mindenkinek magasabb a vérnyomása ilyenkor, mint otthon nyugalomban, ezt magamról is tudom. De a kérdésem az, hogy ha találkozik egy beteggel, sose látta, sose hallott róla semmit, életében először, hogy kezdi, mi történik ilyenkor? Hát ilyenkor az történik, hogy köszönök, bemutatkozom, kezet fogok, leültetem, és utána megkérdezem, hogy mi hozta el hozzám. Tehát mindig arra vagyok kíváncsi, hogy ő neki mi a panasza. És nyilván minden beteg készül egy ilyen találkozásra, szóval általában mondjuk elkezdenék kronológiai sorrendben, meg nagyon gyakori az, hogy előveszik a kórházi dokumentációjukat, hogy nézzem át, de engem leginkább is az érdekel, mert mindenkinek van egy élettörténete, hogy mi az, ami most ebben a pillanatban idehozta hozzám. Mert az a valami, az most túlnőtt azon a küszöbön, azon az inger küszöbön, ami még tolerálható volt, és az elhozta őt ebbe a rendelőbe, ahol én utána tükkel fogom őt kezelni, amitől lehet ő félni fog, hiszen ki szeret nálunk tűket kapni a testébe, de mégis valami miatt itt van. És akkor ebből elindul egy beszélgetés, és akkor a beszélgetésre felfűzzük azokat a problémákat, amiktől ő szenved, és felállítunk egy sorrendet. És akkor ezt követi a pulzusdiagnosztika, és akkor kiegészítem még a kérdéseket azokkal a kérdésekkel, amik bennem ébredtek fel a pulzus tapintása kapcsán. Meg a nyelv, persze a nyelvdiagnosztikát is. Most kicsit ugrok, de a nézőket biztosan érdekli, amit kérdezni szeretnék. Van-e olyasmi a kínai hagyományos gyógyításban, ami ott sikeres, és az itteni nyugati orvoslásba nem megy? Hát majdnem minden. Tehát ez egy olyan dolog, hogy amikor igazán egy emberrel vagyok ott a rendelőben, akkor ő rá magára fókuszálva az adott problémáját kezelem. Például mondok egy esetet, kezelek valakit mondjuk mozgásszervi panaszok miatt, fájdalom miatt, és megnézem a pulzusát, nem is betegfelvétel, hanem már az x-edik kezelése, és mondom, hogy gyenge a gyomorpulzus, mert a pulzus ugye mindig az aktuális állapotot mutatja, és akkor erre így rám néz.
Az honnan tudja a doktornő? Két napja refluxom van, borzasztó erősen. És akkor ezen megszúrok egy pár pontot, és tudok segíteni. Vagy például mondjuk jár hozzám egy fiatal nőbeteg, és egy izomcsomó van mondjuk a medence csontja alatti területen. És akkor megszúrok egy akupunktúrás pontot, és akkor azt mondja a következő alkalommal, hogy én nem tudom, mit csinált a doktornő, de egész hazafele úton sírtam, és úgy megkönnyebbült ez a terület, hogy már nem is fáj szinte. Tehát ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a tűkön, az akupunktúrás pontokon és a meridián rendszeren keresztül egy olyan komplex hatást lehet elérni, ami a testet és a lelket szavak nélkül egyaránt képes gyógyítani. És ez azt jelenti, hogy egy azonnali életminőség javulás áll be. Na hát gyógyszeresen az életminőséget nem lehet nagyon javítani. De például mondjuk van egy kataraktája az embernek, és kap egy műlencsét, akkor egyébként az egy nagyon látványos javulás lesz, vagy van egy annyira kikopott csípőízülete, és kap egy protézist, akkor nyilván ezek óriási lépéseket jelentenek, de a finom hangolás az ránk kell maradjon, mert egész egyszerűen az nem megvalósítható ezekkel a külső eszközökkel. Ugye hagyományosan itt a 19. században a legtöbb ember rossz lakhatási és higiéniás körülmények miatt halt meg. Tüdőbaj az vitte évszázadokon keresztül az embereket, ami egy bakteriális, legalábbis mi azt gondoljuk, hogy egy bakteriális betegség. Ilyen bakteriális vagy vírus betegségre jó-e nem csak az akupunktúra, mert ugye a hagyományos kínai orvoslásban nagyon érdekes gyógynövények is vannak, amelyek itt viszont nincsenek, nem találhatók. Tehát, de most maradjunk csak szűken az akupunktúránál. Lehet-e ezeket a vírus meg bakteriális betegségeket gyógyítani, ami végül is immun probléma? Ezt köszönöm szépen, ezt az utolsó megjegyzést, mert valóban a kínaiak nem a baktériumokat meg a vírusokat azonosítják be és azok ellen harcolnak, hanem azok hatását figyelik meg az ember szervezetére és azt fogják kezelni. Hiszen például egy COVID-fertőzésre is sokan másként reagáltunk, vagy hogyha nézzük ezt a most annyira elterjedt post-COVID szindrómákat, ezek is nagyon sokrétűek. Az egyik embernél mondjuk egy memóriafunkcióhanyatlást hoz létre, a másik embernél autoimmun gyulladást indít el, a harmadik ember abroncszerű feszítő érzést érez a tüdejében és alig kap levegőt, a negyedik annyira fáradt, hogy képtelen munkát vállalni. Tehát láthatjuk, hogy a vírus vagy a baktériumnak, tehát a kórokozónak a hatásai az egyes egyén szervezetében különbözőek, mint ahogy voltak idős emberek, akik gond nélkül átvészelték magát a vírusfertőzést, míg fiatalok belehaltak azonnal, mert olyan reakciót váltott ki a szervezetükbe, hogy összecsapzódott a vérük alakos elemei, és hogy képtelenek voltak a folyamatot az orvosok megállítani, bárhogy is igyekeztek. Tehát a kínaiak nem keresik az objektív külső okot, hanem azt nézik, hogy milyen hatást vált ki az ember szervezetéből, és arra reagálnak a kezeléssel, legyen szó akár tűszúrásos kezelésről, akár gyógynövényes kezelésről, és egyébként tudományos közleményeket lehet arról olvasni, hogy a hagyományos kínai orvosi kórházakban mennyire eredményesek voltak a kínai, tehát a tradicionális kínai módszerekkel, mind a fertőzések kezelésében, mind az egészségügyi személyzet egészségének a megőrzésében. Számomra egyébként érdekes volt, hogy a Kínában mondjuk viszonylag kevés Covid eset volt, de az nekem érdekes volt, hogy nem használták masszívan a Covid ellenes védekezésre az ő hagyományos tapasztalati alapon nyugvó kínai medicínájukat, hanem ilyen mindenféle legyengített vírussal, védőoltással próbálkoztak, amilyen hagyományos, nyugati az a mi módszerünk. Szerintem ezzel nem értek 100%-osan egyet, mert hiszen a hírek, amik eljutnak hozzánk, azok lehet hiányosak. Igen.
De én tudom, hogy használtak hagyományos kínai orvosi módszereket, sőt irányelveket is kiadtak, kifejezetten hagyományos kínai orvosi differenciál diagnosztikai és terápiás irányelveket. Én magam is olvastam ilyen irányelvet, hogy milyen panaszra, milyen tünetre, milyen pontkombinációt célszerű választani ahhoz, hogy hatékony legyen a terápia. Szóval ők azért használják, tehát az ő országukban párhuzamosan él a hagyományos kínai orvoslás a nyugati medicinával, és mivel a hagyományos kínai orvoslás sokkal költséghatékonyabb, most olyan értelemben a költségigénye minimális szinte nulla, míg a gyógyszerekért fizetni kell, és hát technikát igényelnek, technikai felkészültséget, ezért biztos vagyok benne, hogy főleg vidéken, ahol az egészségügyi ellátás ugye a nyugati típusú az akadozóbb, hogy ez volt az a módszer, amihez folyamodtak. A következő kérdés, amit minden néző szeretne földobni, hogy daganatos betegségeket lehet-e gyógyítani hagyományos módon. Ez nálunk mindenféle kutatás és modern medicína ellenére egy húsba vágó kérdés, tekintve, hogy nálunk nem csökken, hanem nő a daganatos betegségek száma évről évre. Kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit az előző adásban a stressz és annak hatásairól mondtam. Amikor kialakul egy daganatos betegség, mert hogy az ember szervezetében minden nap termelődnek ilyen sejtek, csak éppen elhalnak, nem képesek burjánzani. Amikor ez kialakul, akkor az azt jelenti, hogy a szabályozó rendszerei már visszafordíthatatlanul kibillentek az egyensúlyi állapotukból. Ezért a finom hangolást, amit a hagyományos kínai orvoslással tudunk végezni, nem feltétlenül tudjuk arra irányítani, hogy az egészséges szervezet alakuljon vissza, alakuljon helyre. De az egyensúlyi állapotot meg tudjuk őrizni. És ez azt jelenti, hogy például, tehát azt meg kell mondanom, az igazsághoz hozzátartozik, nagyon sok daganatos beteg jár hozzánk kezelésre, és ezek közül a daganatos betegek közül senki sem mondja azt, hogy ő csak akupunktúrával akar gyógyulni, hanem benne vannak a nyugati egészségügyi ellátórendszerben, és mellette, mint egy kiegészítésként, komplementer medicina, jegyzem meg, használják a hagyományos kínai orvoslás módszereit. Mit tudok én tenni ilyenkor? Mivel nem a daganatos betegségre, hanem a betegre helyezem a fókuszpontomat, ezért mindent, ami az ő panasza, azt tudok csökkenteni. Például van egy mellhártya közi folyadékgyüleme, akkor én azt fel tudom szárítani az akupunktúrás tűimmel. Van egy fulladása, egy rekedtsége, például ez most a mai példáim, mert ma a rendelésből jövök, azt én vissza tudom adni a hangját, el tudom mulasztani a rekedtségét. De ami talán a legeslegfontosabb, tudom javítani az étvágyát. Lesz megint étvágya, lesz kedve enni. Ha lesz kedve enni, és jó az anyagcseréje, amit én tudok segíteni, akkor jobb lesz az erőnléte. Ha jobb az erőnléte, akkor több mindent meg tud csinálni. Akkor el tud kezdeni úgy élni a mindennapokban, mint egy normális ember. Mint hogyha nem is lenne daganatos betegsége, most nem szeretném tagadni semmiképpen sem a daganatos betegséget, de azt viszont mindenképp szeretném elmondani, hogy akupunktúrával az életminőséget nagyon jelentősen lehet javítani, és valószínű az élettartamot is meg tudom hosszabbítani. Mert igazság szerint, ha belegondolunk, az, hogy milyen minőségű életet élünk abban az időszakban, amikor itt élünk a Földön, az a legfontosabb, hogy az jó legyen. Én kaptam akupunktúrás kezelést életembe 2-3-szor, különösen akkor, amikor ugye sokat ülök íróasztalnál, és ezért a rossz tartás miatt a hátizmaim begörcsöltek. De néha annyira, hogy enni nem tudtam, a feleségem etetett engem ilyenkor, és ez a nagyon fájdalmas állapot napokig is eltartott, és az akupunktúrás kezelés után, hát órákon belül ez a befeszült izom, ez úgy kiengedett, és elmúlt a fájdalom, és tudtam mozgatni a kezemet. Tehát erre egészen biztosan nagyon jó. A nyugati orvoslásba biztos, hogy megkérdik, mert ők arra büszkék, hogy okiterápiát tudnak adni, hogy ők értik, hogy mi mitől van. Mi most a úgy elfogadott vélemény az akupunktúrás orvosok között, hogy mi is húzódik meg az akupunktúrás
a gyógyítás mögött. Tehát azt tudjuk, hogy a kínaiak úgymond energia a balanszal, vagy annak a megbomlásával gondolkoznak, csak ugye én energetikai kutatást csinálok évtizedek óta, és egy mérnöknek az energia mást jelent talán, mint egy orvosnak. Hát, hogyha a kérdés az, hogy egy hagyományos kínai orvosnak mit jelent, mert ugye, mint hogyha ez lett volna a kérdés, akkor erre az a válaszom, hogy ez egy olyan gyógymód, amikor is az energiáinkat, a saját szervezetünk energiáját a felszínen, az akupunktúrás pontokon keresztül úgy tudom szabályozni, hogy ez a belső szerveimre hasson. Tehát a meridiánokon keresztül el tudom érni a testem belsejét, el tudom érni a szalagokat, az izmokat, el tudom érni akár a csontokat is, és el tudom érni a belső szerveimet, mert a meridiánok speciális pontjai ezt az információt elviszik a belső szervbe, és segítik a harmonizálást. A kínai orvoslásban mindig az okiterápia, vagy szóval az ok, azaz, hogy harmonizálni szeretnék, ezt a harmóniát szeretném létrehozni, az egyensúlyi állapotot, ami az egészséget jelenti. Hogyha szeretném az energiát definiálni, ami ezekben a meridiánokban megy, akkor azt mondhatom el, hogy ugye minden életfolyamatunkhoz energia szükséges, amiket ATP-k formájában szoktunk mérni, és hogy könnyen elképzelhető az is, hogy ezt az energiát is mérhetnénk ezekben a terminusokban, bár nem mérjük. Mert igazán, ami a problémát okozza egy nyugati kutató, egy nyugati orvos számára az, hogy az akupunktúrás meridiánokat nem látjuk. Ugye nagyon alapvető a különbség a nyugati és a keleti orvostudomány között abban, hogy mi nyugatiak csak akkor hisszük, ha látjuk. A keletiek pedig a működését tekintik szem előtt, azt tekintik elsődlegesnek. Például, amikor az én gyerekem tanul az általános iskolában, akkor az első, amit megtanul az elektronról, az a tömege. Ma is egyébként leellenőriztem. Pedig az elektron alapvetően egy hullám, egy energia, és csak akkor válik, ugye ezt is tanultuk, csak akkor válik pontszerű részecskévé, amikor rámutatok, ráfókuszálok, stb. Egyébként a hullám tulajdonságai dominálnak. Ugyanígy a kínaiak azt mondják a csíről, hogy az energia az anyaggá alakulás határán. Tehát azt hiszem, valahogy ebbe az irányba mehetnénk el, hogyha tudományosan szeretnénk bizonyítani az akupunktúrának a hatásmechanizmusát, de természetesen van, mindenféle van egyébként, tehát például izotóppal jelölt folyadék, hogy a pontból a meridián vonalán terjed tovább, aztán a kötőszöveti rostok által tovább vitt információ, ez is az egyik feltételezés, tehát számtalan feltételezés van, de igazi, nyugati szempontból tudományos bizonyíték a meridiánoknak nincs. Az akupunktúra hatásának van, különösképpen, amit az agyban fejt ki, tehát nagyon sok MR eredmény van, a fájdalomcsillapító hatásával kapcsolatosan például ezek a legegyszerűbbek, de nagyon sok klinikai tudományos bizonyíték is összegyűlt. Egyébként a legjobban bizonyított terület az akupunktúra, ezért például nálunk is a neurológiai irányelvekben, például a tenziós típusú fejfájás kezelésében az akupunktúra a magyar irányelvben is benne van, hogy az egy javasolható módszer, de ugyanígy migrénnél is például. Mennyi idő alatt lehetne ezt meg tanulni? Tehát a lányom egyébként körzeti orvos, de Finnországba, ahol ennek nincs helye, tehát nincs benne a finn orvosi protokollba, odáig még északra nem ért el. Nálunk már évtizedek óta sporadikusan van azért szerencsére egy-két megszállottja ennek a módszernek, és sikeresen alkalmazzák, tehát valahogy úgy átmeneti a tartományban vagyunk. És én úgy tudom, hogy Franciaországban ezt fizeti a TB, nálunk nem. Nálunk úgy tudom, hogy a fülakupunktúrás addiktológiát fizeti, ha olyan helyen van az ember, olyan helyen dolgozik, ahol ugye a szenvedélybetegeket lehet gyógyítani, tehát annak van elszámolható HBC pontszáma.
A többi módszernek úgy tudom, hogy nincsen, és hát nálunk egyébként van hivatalos oktatás, hagyományos kínai orvosi oktatás, ami nem csak orvosok számára érhető el, és ez az oktatás, ez például a Semmelweis Egyetemen elérhető egy magyar-kínai együttműködés keretében, ezért nem én vagyok a felelős egyébként, ez a Heilongjiang Egyetemnek a kihelyezett tagozata, és egy 5 éves képzés. És a magyar jogszabályok úgy is szólnak, hogyha valaki középfokú végzettséggel rendelkezik, és arra építi rá a hagyományos kínai orvoslást, akkor egy 5 éves képzésnek megfelelő diplomával is csak BSC-nek fogadják el, de akkor azt elfogadhatják, ha mondjuk ott a Semmelweis Egyetemen végzi ezt el, vagy hogyha Kínában valamelyik kínai egyetemen tanulja meg. Az orvosoknál pedig egy olyan 3 fél éves képzés az, ami kívánatos lehet nekik, ugye azért már nagyon sokféle ismeretük van a betegségekről, az emberi szervezetről, tehát náluk a gondolkodásmódot és a kínai orvoslásnak a különböző technikáit, tehát a diagnosztikai és terápiás eszköztárát kell jobban, bővebben kifejteni, és a szemléletmódot átalakítani. Én örömmel hallom, hogy most már a hallgatók nem csak hogy hozzájuthatnak ehhez a tárgyhoz, hanem egyre többen látogatják, mert én úgy tudom, hogy 2 ilyen sláger téma van, az egyik a szexológus, és akkor ezek szerint a másik a hagyományos kínai orvoslás, mert mind a kettőnél van bepótolni valónk. Ez nagyon szép megfogalmazás volt. Meg kell mondanom, hogy a hagyományos kínai orvoslást a Semmelweis Egyetemen az édesapám kezdte el oktatni, és már egészen régen, tehát még maga orvostanhallgató volt, mert róla tudni kell, hogy ő először biológus, aztán matematikus, és akkor lett orvostanhallgató, mikor mi már 6-an voltunk testvérek, sőt, 3 év múlva már én magam is orvostanhallgató voltam, tehát mi együtt jártunk az orvosi egyetemre, hogy így fogalmazzak, és amikor ő másodéves volt, akkor az anatómia gyakorlatvezetőjével indították el a hagyományos kínai orvoslás szabadon választható tárgyat, ami azóta is megy, tehát azóta is töretlenül megy, és ami mindig a leglátogatottabb szabadon választható tárgy volt a Semmelweis Egyetemen, ami azt jelenti, hogy mondjuk például, amikor a 3. gyerekem megszületett 8 évvel ezelőtt, akkor mondta az osztályos orvos, hogy ő is az édesapám hagyományos kínai orvosi képzésére járt, praktikusan mindenki elvégzi az egész egyetem, az összes hallgató, vagy majdnem mindenki, nagyon sokan. Ezt örömmel hallom, és még egy nagy betegségcsoport van nálunk, most már tényleg csak 3 percünk van, ezek a lelki eredetű betegségek. Mit tud tenni az akupunktúrás orvos, ha valaki mély lelki bánat, gyász, kirúgják munkahelyéről, anyagi problémák, tárháza van nálunk a lelki gondoknak, lehet-e lelki eredetű problémákat akupunktúrával kezelni? Remekül. Még akkor is, hogyha maga a probléma egy testi betegség képében jelentkezik. Egy magyar embernek sokkal könnyebb valami testi problémáról beszélni, mint a lelki dolgairól, azokat nem szívesen osztják meg másokkal, azokat inkább magukban tartják, mert udvariatlan, mert... Idő sincs rá, és így tovább. Az akupunktúra nagyon jól hat a lélekre, nonverbálisan. Egyébként van egy speciális terület, a fülakupunktúra, főleg a NADA, vagy a fülakupunktúrás addiktológia, ami még arra is képes volt, hogy a tájfunban mindenüket elvesztett keletieknek visszaadja az élet örömét, az életkedvét, mikor az egész családja adott esetben meghalt a tájfunban, és a gazdasága minden elpusztult, képes volt a rendszeres fülakupunktúrás kezelések hatására ő újra pozitív nézni a jövője elé. Ez egy olyan eredmény, ami azt hiszem, hogy mindenen túlmutat, és egyébként ugyanígy az édesapám örökségeként, például ez a fülakupunktúra, ez nálunk 500 forintért elérhető, pont azért, hogy senkinek ne kelljen a lelki bajai miatt megrokkannia, vagy az életét nyomorúságban töltenie. De emellett is tudni kell, hogy mivel, ahogy mondtam már, a kezdő megközelítés is olyan, hogy a külső ártó hatások is árthatnak nekünk, de ugyanígy az érzelmeink is, a túlságosan elhúzódóan jelenlevő, vagy túlságosan intenzív érzelmeink is megbetegíthetik az egyes belső szerveinket, vagy hát ugye minket, magunkat, testi betegséget okozva. Ezért az akupunktúrás pontokba beszúrt tűk szerepe is kettős, és nem csak a
testi tüneteket oldják, hanem a hozzájuk kötődő lelki problémákat is. Tehát nagyon jól lehet hatni, nonverbálisan, nem kell elmondja a beteg, nem kell megnyíljon, hanem kezelem, és mondjuk kap egy kúrányi kezelést, és adott esetben volt ilyen, hogy mozgásszervi panaszokra kezeltem valakit, és a végén elmesélte a gyerekkori traumáit, amiket azelőtt soha senkinek nem mesélt el, egész egyszerűen azért, mert annyira mélyen voltak letokolódva benne, és a kezelések hatására annyira el tudta engedni őket, hogy így felszínre tudtak jönni, és el tudta mondani. Hát nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes beszámolót. Remélem, hogy a nézők is sokat-sokat tanultak belőle, és bátrabban fogják keresni ezeket a terápiás lehetőséget, mert nálunk van Xanax, meg mindenféle altató, de azért mégis azoknak a hozzászokása, tehát hozzá tudnak szokni a nyugtatókhoz az emberek, még azt hiszem az akupunktúrás kezelésnél nincs ilyen probléma, hogy hatástalanná válik, mert megunja a szervezet. Sőt, ráadásul a pontok tárháza van. Tehát választok egy pontkombinációt, és elkezdem változtatni. Tehát ahogy alakulnak a panaszok, változnak a pontok, amiket megszúrok, ezért nem merülnek ki a pontok, és ezért valóban nem alakul ki hozzászokás. Ez egy óriási előny. Kedves nézők, sajnos megint lejárt, elszaladt az a 25 perc, ami rendelkezésünkre áll. Kedves ajándék, nagyon szépen köszönöm. Rutinos volt, érdekes és izgalmas, remélem a nézők is így értékelik, és nagyon bízom abba, hogy az ősz folyamán még tovább tudjuk boncolgatni a hagyományos kínai gyógyászat ágait, bogait. Hálásan köszönöm én is a lehetőséget, és kívánom, hogy mindannyian vegyük saját kezünkbe a sorsunkat. Mert akkor szeretnénk elárulni, hogy lehet 100 éves kort is megérni egyszerű gyakorlatokkal. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!